Mindenek előtt nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, hiszen minden színházban most már olvasópróbák vannak, és nagyon elfoglaltak a színházi szakemberek, de most nem csak a színészekre, rendezőkre gondolok, hanem például a, hát, hogy is mondjam, a drámapedagógusokra is. De mielőtt még megkérdezném, hogy tulajdonképpen mit is takar ez a foglalkozás vagy hivatás, és hogy mi köze van a színházi előadásokhoz, annyit mindenféleképpen, hogy csak úgy, mint máshol az országban, a Budaörsi Játékszínben is megkezdődtek az olvasópróbák, és hát nem biztos, hogy mindenki ismeri a színház történetét, mert annak idején, még 1998-ban, amikor olyan évek voltak, hogy sorra szűntek meg országszerte a színházak, akkor ez az alig 20 ezer lakosú település magára vállalta, hogy igenis legyen egy állandó színházuk, és Németh László szavait azt nagyon-nagyon magukba vésték, ami úgy hangzott, hogy egy színház csak abban a városban tud gyökeret verni, ahol élnek a kultúra hagyományai, és ahol az emberek mernek emlékezni a csodákra. Hát Budaörsön ez így volt, és aztán 2013-ban vette föl a színház Latinovics nevét, és hát ahogy mondtam, kezdődik az évad, és akkor most kiderül, hogy Nóra és Gitta tulajdonképpen mivel foglalkozik. Kezdjük azzal, hogy az egyetem indult egy új szak, amit elvégeztetek elsőként. Így van. Ez mi volt? Miután én érettségiztem, abban az évben 2014 volt. Ugye 2014-ben indult a Színház és Filmművészeti Egyetemen a dráma instruktor szak, drámajátékos szakirány. Ez nagyon fontos, mert két szakirány van az egyetemen. Ez egy 3 éves alapképzés, és én nem is szeretem azt, megmondom őszintén, hogyha drámapedagógusnak, meg színházpedagógusnak hívnak minket. Én azt szeretem, hogy drámainstruktor, mert tényleg annyira szerteágazó ez a szakma, amivel mi foglalkozunk, hogy szeretném, hogyha meg szeretnénk, szerintem ezt mondhatom a te nevedben is, hogy ez a köztudatban elterjedt legyen, és hogy tudják ennek a jelentését. Szóval mi ezt a szakot végeztük el, ahol színházi nevelést tanultunk, és ez alatt a 3 év alatt tulajdonképpen ennek a lehető legtöbb válfaját belesűrítették, és megismertették velünk, és aztán ennek az elvégzése után került. És az, hogy színházi nevelést tanultunk, az mit jelent a gyakorlatban, mi volt e mögött? Most én kifejezetten a tanulmányokra kérdezem. Hirtelen nehéz összefoglalni. Két csodálatos osztályfőnökünk volt, a Golden Daniel és a Gáspár Máté. Ők indították ezt az osztályt, illetve jelenleg is van egy osztályuk a színművészetén. És igazából a színházi nevelési szakma legjobb képviselői, hazai képviselői, illetve egy-két külföldi képviselője tanított minket. Egészen onnantól, hogy egy előadáshoz hogy kell olyan foglalkozást csinálni, amivel a nézőt, legyen az akár kisgyerek, gimnazista vagy felnőtt, közelebb tudjuk vinni az előadáshoz, de odáig, hogy csináljunk egy olyan különálló foglalkozást valamilyen specifikus témához, amivel ehhez a témához, vagy akár önmagához a résztvevőt közelebb tudjuk vinni. Akkor ez olyan a szónak ebben az értelmében, mint hogyha a látogatókkal egy workshopot csinálnátok? Ha le szeretnék egyszerűsíteni, akkor igen. Na, azért is egyszerűsítettem, mert az, hogy színházi nevelés, hát ez annyi minden van e mögött, hogy nagyon nehéz elképzelni annak, aki erről nem tudott, és nyilván nagyon sokan nem tudtak, hiszen ti voltatok az első évad. Na most a másik, nem a Latinovics Színház műsorát kérdezem, hanem például valahol bemutatják a Ludas Matyit. És ehhez kell... Milyen jó is ez. Na, és akkor ehhez hogy néz ki a dráma instruktori feladat? Megitta. Nyilván az jó, hogyha a dráma instruktor az már a próba folyamatban is részt vesz, tehát mindenféleképpen ismerni kell az anyagot. Én szeretek próbát nézni, látni, hogy hogyan alakul ki, hogyan dolgozik a rendező a színészekkel. És konkrétan a mi 3 lépcsős foglalkozás, ezt így mondjuk, vagy 2 lépcsős foglalkozás, az úgy van, hogy egy felkészítő foglalkozás, aztán megnézik az előadást, majd van egy feldolgozó foglalkozás, így jön a 3 lépcső. Ezt lehet úgy is fókuszálni nekünk drámainstruktoroknak, hogy vagy az előadás nyelvét, a rendezői nyelvét megértesse, vagy pedig azt, amiről maga a darab szól, és ahhoz kapcsolódóan a színház, mint forma. Szóval aztán megnézzük az elkészült előadást, összeülünk, és nagyon-nagyon sokat tervezünk, tehát ez a durvább része a tervezés, hogy egy tényleg jó foglalkozás legyen. Egészíts ki, biztos nem kihagytam valamit. És például a próba folyamatban, mert említetted, hogy szeretsz próbákat is nézni, ott
a néma kisebbség vagytok, vagy be is lehet szólni esetleg, vagy tanácsot kérni, vagy tanácsot adni? Szerintem, hogyha mi ezt hozzászólunk, akkor pont az előadásnak a készülését befolyásoljuk. Hát ezért kérdezem, hogy lehet-e? Igazából én olyanokba szeretek megpróbálni beleszólni, hogy mondjuk egy műsoron mi legyen. Szóval nem magának az előadásnak az alakulásában, hanem hogy legyen minden korosztálynak valami, amihez tud kapcsolódni, de az abszolút a rendezőnek és a színészeknek a privilégiuma, hogy ők mit szeretnének átadni és hogyan. Na most, amit említettél, a felkészítő foglalkozás, ezt szóval hogy kell elképzelni, ott ülnek néhányan, vagy sokan, vagy kevesen, és akkor megpróbáltok bevezetni őket éppen az aktuális darabnak a hátterébe? Vagy pedig azt a kort, mert nekem az jutott eszembe, hogy most nem a Rudas Matyi, nem egyáltalán, hogy játszódik egy dráma, nem tudom, akár egy Shakespeare dráma, és akkor akiket fel kell készíteni, azoknak egy kicsit azt a korszakot, azt a kort is megmutatni, vagy a szerzőt. Ez szerintem abszolút része. Szóval én azt gondolom, hogy egy jó előkészítő foglalkozásban van szó a történelmi korról, amelyben játszódik a darab. Szerintem jó, hogyha néhány dolgot tudnak arról, aki írta. Nyilván a történetet nagyon fontos tudni, mert tehát ez abszolút korosztályfüggő, hogy hány éveseknek készülnek ezek a foglalkozások. Hány éves korig lehet? Ez abszolút kortól függ. Mondjuk szerintem a kőszínházaknál általában az ilyen legfiatalabb korosztály, akit megszólítanak, az a kiskamasz, de ez nagyon-nagyon ritka esetben, inkább a középiskolás korosztálytól egészen a felnőtt korosztályig vannak előadások, és akkor ahhoz készülnek a foglalkozások. De ezt gondolom nem úgy megy, hogy nagyon okosakat mondtak egyfolytában, és nem interaktív módon, hanem azért beszélgetés van. Ennek pont az a lényeg, hogy nem mi mondunk okosakat. Na. Számomra például, amikor egy három lépcsős foglalkozásnak az elejét készítem, tehát azt, ami felkészít az előadásra, ott engem például pont nem érdekel a történelmi kor, vagy nem érdekel az író, hanem az érdekel, hogy amikor beül egy gyerek az előadásra, volt nekünk egy csodálatos tanárunk, a Hajó Zsuzsa, aki a Kerekasztal Színháznál van, igen, és ő mondta azt, hogy úgy kell ezt a foglalkozást megalkotni, hogyha a gyerek képzelje, hogy egy körben áll, és hasoncsúszik, be tud a kör közepébe kerülni a foglalkozás hatására, szóval az előadásnak a mondani valójába, és hogy kiválasztunk egy olyan fókuszt az előadásnál. Például az egyik kedvenc ilyen, az a Lír király előadás, ahol a hatalom vágyat kiválasztottuk, és a hatalom fogalmát. Ez. Na így már közelebb vagyunk a lényekhez. Igen, ehhez próbálunk közelíteni, hogy magát a témát értse meg a gyerek, hogy mikor beül, akkor tudja menni a szereplőkkel, értse meg, hogy mondjuk Lír király miért csinálja azt, amit csinál, vagy ha nem is érti meg, hiszen sok motivációja lehet, akkor legalább tudjon vele valamit kezdeni, vagy kezdjen el gondolkozni rajta. Ez egy nagyon felelősségteljes munka, én azt hiszem, mert egy jó néhány évig, amíg még cseperedik a diák, addig ez megmarad mindenféleképpen. Hát reméljük. Ugye? Valamilyen szinten feladatunk is szerintem. Na most Buda Őrs, másodikán már van előadás, mindjárt mondom, hogy miért is sorolom. Cerka, Tinka és a Szürke Lord, aztán lesz Lilionfi, aztán Pán Péter, aztán a Sötétség Hatalma és Szellemidézés, itt Major Tamásról van szó, és a Két Lotti. És ez azért sorolom, mert műfaji sokszínűség van, van itt gyerekelőadás is, meg felnőtteknek is. És melyikben dolgozol, vagy melyikkel? Én egyelőre a Sötétség Hatalmának vagyok a rendezőasszisztens, az Alföldi Robi rendezte, és tavaly októberben készült el ez az előadás. És reményeink szerint a felsorolt előadásokhoz mindhez lesz valami. Most kezdünk el dolgozni azon, hogy ezeknek legyen egy felkészítő foglalkozása legalább. A Sötétség például pont inkább a 17-18 éves kortól felfelé ajánlott, azt hiszem 16 éves kor alatt nem is lehet elbeülni. És a gyerek előadások pedig nyilván egy teljesen másfajta munkát fognak tőlünk igényelni. Igen. Most ha valaki befejezi az egyetemet, mondjuk egy közgazdász, akkor elhelyezkedik itt-ott-amott, vagy egy mérnök, vagy akár sok helyen, és azért is hozom szóba, mert ti voltatok az első évfolyam, ez mennyire színházfüggő, vagy pedig lehet-e azt csinálni, hogy egyszerre két-három színházban is instruktorkodni? Lehet. Lehet. Mi hál' Istennek abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ugye mi voltunk az első ilyen osztály, azért nekünk viszonylag sok lehetőségünk volt válogatni. Én például egy másik színháznál kezdtem a pályámat idén,
aztán most átszerződök, ugye, és mi mind a ketten két színházi nevelési műhelynél leszünk. Uh-huh. Én nem gondolnám, hogy a kettő ütné egymást, szerintem. Igen, segíti. Igen, igen, abszolút. Hát igen, mert ez nem egy 8 órás munkahely, vagy munkakör, hanem... Hát 24. Hanem azt akarom mondani, mert ez olyan, mikor mondják, hogy a kötetlen munkaidő, ami mindig hosszabb, igen, mint a kötött munkaidő. Abszolút. Ez most ti például hogy készültök föl, függetlenül attól, hogy vége van az egyetemnek, vagy végeztetek, diplomáztatok. Egy-egy ilyenre, most kapsz egy, most mondjuk a sötétség hatalma, vagy akármelyik másikat mondom, megvan a feladat, hogy tessék szívesen, akkor foglalkozni a gyerekekkel előtte, közben és utána, de akkor, és olyan darabról van szó, amit esetleg nem ismertek, vagy teljesen új bemutató, akkor ti hogy készültek föl? Szerintem. Azon kívül, hogy elolvasod a darabot. Az abszolút megvan, illetve én mindig szeretek a rendezővel beszélgetni arról, uh-huh, hogy ő mit szeret csinálni. Szerintem ez egy kicsit olyan munka, hogy ami engem közelebb hoz, és ami engem, uh-huh, érdekel ebben, az ország a résztvevőket is fogja. Nyilván nem minden esetben, hiszen mások vagyunk, uh-huh, de hogy ha létre tudunk hozni egy olyan foglalkozást, amit mi is szívesen végigcsinálnánk, szóval ami minket is motivál, és bánjuk, hogy miért vezetjük, és miért nem tudunk benne részt venni, akkor az jól sikerül. Szóval próbáljuk onnan megfogni, hogy nekünk mi kellene ehhez, uh-huh, az előadáshoz, a befogadásához. Igen. Bólogattál? Abszolút. Akkor rendben van. Akkor, de ezt most csak azért mondom, hogy mi lenne, ha, tudom, hogy ez nem egy történelmi kérdés, de például elindul egy darab, megnézitek előtte, utána, ami a felkészülés, és utána, bár ez ritka nálunk, de most annában már előfordult egy párszor, és megbukik a darab. És akkor utána megint össze kell ülni. Akkor most mi van? Mentsük, ami menthető? Tehát, hogyha leveszi, nem pontosan értem, hogyha pontosan, leveszik megbukik a darab, és a fél időben elmegy a közönség a szünetben. És utána azért van egy lecsengése ennek, és folytatni a munkát. Hát szerencsére van mögöttünk egy olyan iszonyatosan erős színház, illetve két olyan iszonyatosan, uh-huh, erős színház, hogy ilyet még nem tapasztaltunk. Azt mindjárt gondoltam, hogy nem tapasztaltátok, csak azért kérdeztem, hogy esetleg egy ilyen kényszerhelyzetbe kerül valaki, akkor hajjaj. Hát az igazság, hogy drámainstruktorként szerintem sokkal több váratlan helyzet van, tehát hogy nincs, tehát nekünk olyan munkánk van, hogy fontos tudni improvizálni, meg jól kezelni a váratlan helyzeteket, uh-huh, mert tényleg bármi megtörténhet. Például, hogyha nem feltétlenül három lépcsősről beszélgetünk, azért nagyon, uh-huh, sok fajta foglalkozást tartunk, akár workshopot, vagy például az fontos megemlíteni szerintem, hogy nekünk lesz majd egy állandó csoportunk, akikkel fogunk, uh-huh, heti rendszerességgel dolgozni, ott tényleg lehet az, hogy kimegy az ember helyszínre, nem olyan a tér, amit elképzelt, és nem oda tervezte, akkor ott kapcsolni kell, és akkor át kell alakítani. Igen. Az is lehet, hogy például elindul egy foglalkozás, van egy váz, amit megterveztünk, uh-huh, és kiderül, hogy nem veszi az osztály, nem úgy veszi a csapat, akkor kapcsolni kell, összebeszélni, uh-huh, és azt mondja, hogy figyelj, csináljuk azt, hogy... Uh-huh. Hogy más állapotban vannak, és egyszerűen pont nem tudnak koncentrálni másfél órán keresztül valamire. Hát el is képzelhető, pláne ilyen kiskamaszoknál, vagy nagyobb kamaszoknál. De van ilyen. És azt említetted, hogy elmentek ide-oda. Hogyha nem színházról van szó, akkor lehet ilyen, hát most lehet, hogy rossz az volt, de ilyen csoportos terápiát tartani, mert egy kicsit olyan pszichológusok is vagytok, ez nem megy? Nem, abszolút nem. Mi a másik, amit megtanultunk az egyetemen, és immelámmal próbáljuk tartani, hogy nem pszichologizálunk, tehát, uh-huh, a gyerekek lelkébe, uh-huh, nem megyünk bele. Nyilván azzal dolgozunk, de hogy mivel mi erre nem vagyunk képesített szakemberek, ezért semmiért nem akarunk csinálni, amivel később nem tudunk foglalkozni. És például, ahogy Gitta mondta, lesz egy hosszú távú csoportunk, akikkel egész évben, uh-huh, fogunk dolgozni, és minden héten találkozunk, és ők, nekik nem kell előadást nézniük kvázi, hanem anélkül jönnek be a színházba. Velük nyilván más a helyzet, de kimegyünk a bármelyik iskolába, és 45 percet találkozunk egy diákkal, utána mi nem tudjuk, hogy mi történik vele, ha csak nem vagyunk olyan szerencsések, hogy visszahívnak minket. Értem. A másik még, amit mindenféleképpen akartam szóba hozni, hogy mennyire tudjátok a saját munkátokat beosztani. Mert én nem hiszem, hogy ez úgy megy most, hogy jó, 45 perc, erre jutott eszembe. De hát, amit a munkaidőre is mondtatok, azért az nem egy olyan egyszerű dolog. Az az igazság, mert a felkérésre várunk meg ilyenek, hát ezt jó, rendben tudom. A foglalkozások időtartamát azt szerintem fix. Be tudjuk osztani, igen, de azt magát, hogy erre mennyit készülünk, azt nem. Uh-huh. De mi mondjuk pont olyanok vagyunk, hogy mi nagyon-nagyon sokat szoktunk agyalni, sokat találkozunk, uh-huh, jól átrágjuk, szóval például most voltunk egy fesztiválon, tartottunk foglalkozásokat, amik másfél órásak voltak,
És volt egy-egy másfél órás foglalkozással, szerintem összesen foglalkoztunk legalább 5 napot. Uh-huh. De ezt egy hónapon keresztül összeültünk egy órára, semmi nem történt, semmi nem jutott eszünkbe, próbáltuk a témát beszélgetni, elkezdtem én énekelni kínomban, többiekettől szenvedtek, és aztán így elengedtük az egészet, és egy hét múlva folytattuk. Ez igen, mit énekeltél? Fú, valami magyar popslágert, nem tudom már. Rendben. Szóval, akkor elindul a következő feladat, visszatérve a Budaörsi Latinovics Színházhoz, és hát akkor megnézitek, hát a Sötétség hatalmát azt ismered, és azért is, mert hogy mondtad, hogy Alföldi rendezte, ő nem egy könnyű ember, ezt tudjuk, de zseniális rendező is. Ez 16 éven felülieknek szól, vagy szólt. És akkor, hogyha most a 17-18, meg netán 20 éves ül be, az sem baj. Én azért kérdezem, mert itt most nem csak arról, hogy félreértés ne essék a nézőknek, mondom, hogy itt nem csak gyerekekről van szó, hanem nagyobbokról is. Hát felnőttekről is tulajdonképpen. Ugye? Szóval vannak olyan előadáshoz kapcsolódó beszélgetések, vagy ugyanúgy feldolgozó foglalkozások, ami abszolút a felnőtt korosztálynak van, és szerintem nagyon igénylik is. Uh-huh. A legkevesebb színházi nevelési foglalkozás az a kiskamasz korosztálynak, illetve a felnőtt korosztálynak. Szóval pedig pont ennél a két korosztály lenne nagyon igény. Ebben az az érdekes, hogy mondjuk mi szerencsések vagyunk olyan szempontból, hogy szerelmesek vagyunk a munkánkban, meg azt láttam, hogy ezzel te is így vagy, de biztos vagyok benne, hogy van olyan ember, aki mondjuk nem úgy kell fel reggel 8-kor, hogy ő most az életét fogja megvalósítani azon a napon, hanem hogy már megint hétfő van, és akkor ő bejöhet egy ilyen műhelybe, ahol igazából improvizációs feladatokat csinál, és igen, játszik, és közösen gondolkozik, de közben valahogy foglalkozhat magával, foglalkozhat egy témával, emberek között van, és egy kicsit ezekből a hétköznapokból az őt kiszakítja. És ezért is szoktuk mondani, hogy ennek van egyfajta személyiségnevelő hatása is, mert ad neki valami olyan pluszt, ami nincs meg hétfő délután 4-ig mondjuk. Nagyon jó, én nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek, és akkor még egyszer évad kezdett a Budaörsi Latinovics Színházban is, méghozzá szeptember 2-án már van előadás, de hát az előadásokat mindenhol megtalálják, hogyha kíváncsiak rá, és netán a kíváncsiak arra a munkára, amit ti végeztek, hát oda is be lehet pillantani, ahogy mondani szokták a kulisszák mögé. Köszönöm szépen. Köszönjük. Mi is.